Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, és mivel szeretitek a sorompós videókat, ezért itt egy ilyen szakállas sorompótól, hát másodszorra veszem fel, tegnap is voltam itt, csak egy kérésnek eleget téve a tegnapi videót nem teszem föl, mert ott látszottak az itt dolgozók, és azt megkérték, hogy hát ne tegyem föl úgy, úgyhogy most újra fölveszem ezt a videót. Ugye a videó címe az, hogy miért van szakálla a sorompónak, illetve kértétek azt is, hogy legyenek ilyen vasutas sztorik a régi időkből, amikor én még vasutas voltam. Hát most megnézzük ezt a kis sorompót, és akkor mesélek egy kicsit. Hát akkor kezdjük ott, hogy nézzétek meg ezt a kis táblát. Ide az van írva, hogy 15 percig zárva tartható. Ugye régen még, amikor én voltam a vasútnál, akkor ez a 10 perc volt a határ, hogy van a sima sorompó, meg a 10 percen túl is zárva tartható. Egyébként ide is az volt írva régen, hogy 10 percen túl, de ugye át lett festve. Hát most ugye Pesten is látunk olyan sorompókat, ahol konkrétan fel van tüntetve a menetrend, hogy mikor vannak azok a hosszabb időszakok, amikor a sorompó zárva van. Hát itt így van megoldva, hogy 15 perc van írva így maximumnak. Hát régen ugye a 10 percen túl az bármit is jelenthetett, ugye vonatközlekedés alatt nem kellett felnyitni, csak tolatás alatt kellett szünetet tartani. És hát itt van ezek a kis vasak, amik itt lógnak le a sorompó rúdról, ugye a teljes csapórúdas sorompóról. Ilyen már nagyon kevés van, ugye ezt szakállas sorompónak szoktuk mondani. Nagyon kevés van már ilyen az országban, teljes csapórúdas sok van, de szakállas nagyon kevés. És hát ezt mondom el most, hogy milyennek a funkciója, ez is a címe a videónak. Ugye, hát régen ezek a mechanikus teljes csapórúdas sorompók voltak divatban, és ugye ahol nagy gyalogos forgalom volt, ott gyakoriak voltak az olyan balesetek, hogy átbújkáltak az emberek a sorompó alatt, és akkor elütötte őket a vonat, és ezért lett ez kitalálva. Egyébként valahol ez ma is divat, ugye több országban a nem mechanikus sorompók is, vagyis hát úgy nem mechanikus, hogy nem kézzel tekerik, azok is, például Ausztriában is jellemző, hogy szakálla van a sorompónak, illetve hogy teljes csapórúdas a sorompó, annak ellenére, hogy azt ugye motor tekeri le és fel. No, hát ennek egy, ez a funkciója tulajdonképpen, hogy ne bújkáljanak át rajta az emberek, és ne érje őket baleset. Egyébként itt most megmutatom, hogy ugye itt is jellemzően nagy a gyalogos forgalom olyannyira, hogy felüljárót is építettek, amit ugye vonatmentes időben nem használ senki, de mondjuk legutóbb, amikor erre jártam, már nem tegnap, hanem azt hiszem tavaly, akkor igenis, ahogy le lett tekerve a sorompó, tehát hétköznap csúcsforgalomban, ahogy le lett tekerve a sorompó, ugye a gyalogosok meg a kerékpárosok erre kerülték ki a várakozást. És akkor most lassan indul az Intercity, de addig logolok nektek, tehát azt még megvárjuk, hogy a City elinduljon. Hát, hogy milyen személyes élményeim fűződnek a sorompóhoz. Hát sok személyes élményem van sorompónál, hiszen azért 11 évet eltöltöttem a vasútnál, és akkor volt szerencsém néhány sorompóhoz, de nem ilyenekhez, ugyanis nekem csupa fénysorompóim voltak az én állomásomon, illetve hát nyílt vonalon, amik hozzám voltak visszajelentve. Az egy egészen más világ, és egyébként a vasúti utasításban mondhatni, aki ugye nem ismeri a vasutat, lefordíthatjuk úgy magyarra, hogy kresszkönyv, csak kicsit vastagabb, meg több van belőle. Abban ugye külön fejezete van a sorompóknak, és azon belül is külön tárgyalja a teljes csapórudas sorompót. És hát amikor ugye a vasútnál rendszeresen időszakos vizsgát kellett tenni, most ezt nem tudom, hogy 2 vagy 3 évente van, annak idején évente volt, és hát ilyen különböző dolgokat kérdeztek, és hát volt egy olyan vizsga alkalom, amikor egy nagyon szigorú, vizsgabiztos hölgy vizsgáztatott minket Rákos rendezőn, és hát a kollégám elég nagy hülyeségeket beszélt, nem a sorompóról, hanem más témákról, és hát már nem bírtam tovább, és hát nem szép dolog, de kinevettem őt, majd következtem én, akitől rögtön megkérdezték a teljporúdas sorompónak a szabályait, meg a kezelésének, meg a felügyeletének a szabályait, és hát igencsak akadoztam benne, hát annyira nem, hogy megbukjak, de
megta a vizsgabiztos, hogy hát a kollégát kiröhögtem, én pedig nem tudom a teljes csapórudas sorompót, hát ezt elég hangosan adott hangot ennek a véleményének, de végül is nem buktatott meg. Hát ez a sztori. És akkor most nézzük az Intercity-t, meg nézzük, ahogy felmegy a sorompó. Egyébként sajnos 22 óra múlva egy ilyen Intercity-n fogok ülni hazafelé, mert lejárt a nyaralás, és hát most mindjárt felmegy a sorompó, és akkor be is fejezem ezt a videót. Így egy utolsó pillantást vetünk, ott a háttérben a Misina található. Most ezen a nyaraláson oda nem jutottam föl, mert inkább kultúrprogram volt. Hát vasúti felvételeket sem sokat csináltam, csak ezt az egy-kettőt. No, hát köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Ott háttérben gyönyörködjetek a Misinában. Én pedig elbúcsúzom tőletek, feltöltöm ezt a kis vlogot, és akkor egy csüsszel lezárjuk a videót. Sziasztok!